Székesfehérvár 15. püspökére Prohászka Ottokárra emlékeztek születése 165. évfordulóján Székesfehérváron, a főpásztor tiszteletére épített emléktemplomban. A megemlékezésen Mózesi Gergely gyűjteményigazgató püspöki levéltáros tekintett vissza Prohászka Ottokár életútjának felemelően fontos fejezeteire. Prohászka egy rendkívül előremutató személyiség, párbeszédkészsége, protestánsok felé való nyitottsága, szociális érzékenysége, sajtó iránti nyitottsága, és rengeteg olyan történet van, ami kapcsán azt lehet mondani, hogy ő nagyon megelőzi a korát, kimozdítja az egyházat valamiféle testpettségből, már papnevelőként is, és nem később püspökként is, azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük úgy, ahogy a sírfelület a Gradfelder Gyula szavaival nevezi, hogy Magyarország apostola és tanítómestere. A megemlékezésen Spányantal megyes püspök celebrálásával, az egyházmegye püspöki szentmisével és közös imádsággal tisztelget a nagy előd, ma is üzenetértékű munkássága, tanulságos, előremutató gondolatai előtt, amelyet Spányi Antal idézett meg beszédében. Prohászka püspök csak Pázmány Péterrel mérhető össze a magyar egyházi életben. Amikor 1905-ben kinevezték őt Székesfehérvár püspökévé, megmaradt az az egyszerű hívő ember, tiszta szívű pap, az Istent szerényen és szegényen szolgálni akaró ember, aki addig is volt. Székesfehérvár ilyennek ismerte meg őt, és mint ilyen talált benne példaképet. Spányi Antal emlékbeszédében kiemelte, Prohászka Ottokár a nagyhatású igehirdető és gyóntató, a távlatokban gondolkodó főpap, lelkiíró, elkötelezett élete vitán felül áll, amely a jelen és a jövő nemzedéke számára is példa kell, hogy legyen.